Na sziasztok srácok, Pisti vagyok és üdvözlök mindenkit a következő videómban, amiben a Witchernek az első részével fogok játszani. Hát először is nem tudom, hogy ez a csatornán végigjátszós sorozat lesz-e, mert per pillanat az a tervem, hogy csak belekukkantok, hogy milyen játék is ez valójában, mert azt hallottam a sorozatról, hogy az egyik legjobb RPG játék mind történetben, mind mindenben. Hát én megmondom az őszintét, és ne kövezzetek meg, de én ezekkel a játékokkal nem igazán játszottam. Visszafelé fogok most haladni. A hárommal annyit játszottam, hogy amikor jöttek hozzá az update-ek, a videókártya, driverek, gépfejlesztés, stb. Én akkor mindig megnéztem, hogy mennyit javult a játék teljesítménye, illetve hogy a gépen mit bír. Volt is belőle benchmark. Másfél-két óránál többet én nem játszottam vele, úgy emlékszem. Úgyhogy a harmadik részről ennyit. A második résszel egyáltalán nem játszottam, és akkor visszaértünk időben az első részhez. Amikor megjelent, akkor próbáltam ki, amivel csak egyetlen egy baj van, hogy abban az időben én ezeket az RPG játékokat nem szerettem. Egyáltalán. Így engem ez meg sem fogott. Viszont úgy vagyok vele, hogy adok neki egy esélyt, ha már több ismerős is mondogatja, meg ezeket olvasom interneten, hogy mennyire jó játékok, hogy akkor adok neki egy esélyt, hát ha úgy járok, mint a Mass Effect-tel, mert az is úgy volt, hogy az első részt kipróbáltam, nem tetszett, fúj, unalmas. Vagy nem volt mivel játszani, kipróbáltam, és az egyik kedvenc trilógiám volt egyébként, nagyon megszerettem, magába szippantott, mert rohadt jó volt a sztoria. És attól tartok, hogy ez is erre a sorsra fog jutni. Na mindegy, nem szaporítom a szót. A játék elvileg magyar feliratos lesz, illetve magyar szinkronos, mert a Steam az nekem azt írta. Úgyhogy vágjunk is bele. Mivel egy régebbi játékról van szó, ezért a grafikai beállításokat nem mutatom meg. Úgyis maxon van minden, illetve 1440p. Na, új játék. Mi ez? Azt mondja, választom ki a játékmódot. Azt mondja, játsz Witcherrel, igen. Lép be egy sötét világból, nincs jó és rossz, csak döntések és következményeik. Igen, ez egy ilyen párbeszéd, lesznek benne ilyen párbeszédekben, igen. Tehát olyan, mint a Dragon Age, azt is úgy, de szerettem azt a játékot, úristen. Tehát olyan lesz, hogy lesznek benne párbeszédek, és majd a döntéseink befolyásolják a játéknak a történetét. Mint a legtöbb RPG-ben. A másik az viszont nem tudom. Különálló történeteket mesélnek el. Jó, megyünk a Witcheren, és menjünk inkább közepesen. És mivel elvileg, ami videókat láttam róla, és amire emlékszem, az olyan volt, hogy kattintgatni kellett, és jól kellett időzíteni, úgyhogy egérrel fogunk játszani. A játékot elvileg egyébként annyira elindítottam, hogy beállítottam az irányítást, kamera nézetet, meg mindent, úgyhogy... Majd meglátjuk, hogy azok a beállítások megmaradtak-e. A királyságok 5 évig nyalogatták a sebeiket a nagy háború után. Éhínség és járvány pusztított, tengernyi volt az áldozat. A maroknyi megmaradt tünde és törpecség az erdőkben keresett menedéket, ahol végső, elkeseredett harcukra készültek. Az erdők mélyét, az utakat és a korábbi csatatereket torz szörnyek uralták. A városokban és falvakban a nép egyre csak azt kérdezgette, mi történt a Witcherekkel. Kedven északi részén, a Kékhegységben, 1270. év, 5 évvel a nagy háború után. Ez Csőre Gábor? Hát ez összeesett. Mi történt veled, Geralt? Ne rugdoss, élek még. Remélem.
feküdj le. Minden rendben. Nem tudom, merre jártál, de fő, hogy életben vagy, és itt vagy a barátaid közt. Bár úgy nézel ki, mint aki most kell ki a sírjába. Kösz a szép szavakat, de honnan tudom, hogy tényleg barátok vagytok-e? Mert csak ilyen random emberek rám találtak. Mondjuk, aki nem öl meg, az valószínűleg barát. Nem emlékszem semmire. Amnézia? Hamarosan beszélünk eleget. Közeledünk K.R. Morenhez. Azt gondolom, egy falu. Annyira jó lesz egyébként, hogyha... Ez biztos, hogy végig fogom most játszani. Majd ezt írjátok le kommentbe, hogy csatornán is végig játszam-e. Privátban biztos. Mert most már érdekel a játék. Úristen. Hát ez nem egy falu. Az egy inkább ilyen vár, egy kastély. Annyira jó lesz, igen, ezt akartam, illetve ezt kezdtem el, hogy annyira jó lesz egyébként új dolgokat felfedezni. Ezért szeretem ezeket a first play-eket. Rá viszont a háromból emlékszem, amikor csináltam a benchmarkot. Csak a nevét nem tudom. Fú, emlékszem, amikor ez megjelent. És kipróbáltam. Leo, hozd ide Triszt. Akkor nem igazán futott jól a gépen. És akkoriban ez ilyen csúcs grafika volt. De mondtam, kit érdekel a grafika. Az időtök lassan lejár. Igen? Mi beszéltek ki a szépet, amíg lehet? Előbb még arról volt szó, hogy eltűntek a Witcherek, és senki nem tud róluk semmit. Akkor most mi van? Nem jó, nincs védés. Nem mondhatom elégszer. Piruett, amit mindig egy hátsó keresztvédés követ. Mindig. Mindig. Always. Alig két nap telt el, amikor rám találtak. Na. Neked köszönhetem a felépülésemet. Köszönöm, Triss. Emlékszel valamire? De akkor tényleg barátok találtak meg, nem idegenek. Nem sokan. Nézd, azok a mozdulatok ismerősek. Piruett, hárítás, vágás. Ó, akkor mi... Az amnézia miatt akkor ilyen... Ilyen kezdő Witcherek leszünk. Tehát meg kell tanulnunk újra mindent. Aha. Legalábbis gondolom. Mint amikor valaki van balesetet szenved, és újra meg kell tanulnia járni. Ez most körülbelül olyan lesz. Át kell gondolnom. Mit? Hamarosan emlékezni fogsz. Az idő lassan telik K.R. Morenben. Ha jól szórakozik az ember, akkor nem? Működött! Rossz. Pihenjünk. Mit gondolsz, Geralt? Készen áll az útra? Valami történik. Legalábbis Geralt nagyon lesegetett erre. Hú, olyan vicsernyaklánc kell. Egyedül van. A professzor 50 órán ígért minden korcs megölését. Az ennyi. Hoppá! Ilyen harci-marci lever mindenkit. Ú, lehet, hogy ezt nem magyar szinkronnal kellene játszani, olyan fura. Aha. Add a kardot! Most! Oké. Egy pillanat. A beállításokat nem jegyeztem meg. Vál feletti kamera kell nekem. Illetve, hogyha nem jegyeztem meg a beállításokat, kamera érzékenységet lejjebb veszem még egy picit. Nem kell invertálni. Oké. Jó. Na, ez a kamera már is jobb. Ez kell nekem. És elvileg ilyen jól időzítős csapásokat kell. Tehát ő ellenfél, és amikor felvillant a kard, akkor kell újra kattintani. Aha. Csak erre rá kell érezni.
Aha. Van még? Elfogytak. Új, nagyon jól. Köszi. Jól. Tudja valaki, kik a betolakodók? Közönséges banditák soha nem támadnák meg K.R. Morent. Azt mi is tudjuk, Marigold. Kipróbálhatsz néhányat a híres varázslatait közül. A megfelelő időben, Lambert. Hogy jöttek ide a varázslatok most így? Kell a többi lehetséges átjárót. A felső udvarhoz. Ja, hogy megtámadtak, és akkor a varázslatokat ki lehet próbálni. Oké. Okay. Azt mutatja a pötty, hogy ide jöjjek. Mert itt fal van. Menjünk akkor az emberek után. Szia, Leo! Ah! Szóval ilyen varázslatokra gondol, de... Jó, menjünk. Ez zene, ez nagyon adja. Mi van itt? Itt visszaesek az udvarra, akkor nem erre megyünk. Mivel veszem elő a fegyvert? Hello? Igen, régen ezek nem jöttek be, ezek a sok bejátszások. Törőkos nélkül próbálkozhatnak. Be is törték. Egy kegyetlen bestia. Szavolla, ismered? Egy őrülten ambiciózus, erkölcstelen már. Mint a Star Wars 2-ben az a nagy dög, az a sáska. Majdnem úgy néz ki. Ez meg ilyen Freddy Krueger, meg van égve. Eljönnek ide, készüljetek! Sose tudtam megérteni, hogy amikor így hátra rakják a kardot, mi tartja ott? Varázserőt érzek. Egy varázsló van közöttük. Hát, jó. Professzor, tudod az utat. Menj! És én lazán besétel egy atombunkerbe. A professzort körözik Redániában, Temeriában és Kedvenben. Egy igazi törvényen kívüli. Nem hallottam a varázslóról. Marigold, jobban érdekelne az, vajon ártalmatlanítani tudod-e Szavollát? A többi a vicserek dolga. Meg fogom próbálni. Közelednek. A rémsáska nagyon veszélyes, de érzékeny az erős zajokra. A harangok a felső udvarban. Pontosan. Hú, ilyen gyerekhang. Ezt kell, Lambert, állítsátok meg a rémsáskát és a banditákat. Jó ez a kamera, így csávó kilóg a képből. Gerard, te nyisd ki a kaput a felső udvarhoz. Amikor ott leszünk, Chris megállítja Szavollát és az állatkáját. Mi alatt mi felkészülünk, hogy foglalkozhassunk a professzorral és az ismeretlen mágussal. Valamit ki fogok találni. Gyerünk, csináljuk! Írtsuk őket egy kicsit itt lent, mielőtt visszavonulunk. Gerard, kövesd a falat és törj át a toronyhoz, ahol van egy átjáró a felső udvarhoz. Úgy lesz. Ők csak banditák, bár az egyikük ismerős lehet. Ki kell nyitnod a kaput, mi várni fogunk. Sok szerencsét, farkas. Farkas. Melyik bandita lesz nekem ismerős? Nekem biztos, hogy nem. Kövesd mini térképen, megtalál küldetés helyszínt. Jó. Szia bandita. Jó van. Igen, erre emlékeztem, hogy ez így működik. Nem fogom a rejtett számot felvenni, ne is hiogassál, légy szíves. Na szóval... Ó, ketten vannak, az nem jó. Csabd már le. Jó, mínusz egy. Ott a másik is. Jó. Kettő V1-be egész jók vagyunk, és nem is buktunk HP-t. Merre megyünk? Ott is van egy bandita. Szóval, ha elkábítod az ellenfeledet, bal gomba végezhetsz vele. Igen? Mi történt? Mi volt ez a ráugrok a mellére, és levágom a fejét, ott gurul a feje. Mekkora király már.
Megint 2v1-be vagyunk. Aha, majd azt meglátjuk. Anyádat is így hátba vágsz. Hátulról csak a buzik szeretik. Na. Akkor szaladjunk tovább erre felfelé, mert elvileg erre kell jönnöm legalábbis, a csávó azt mondta. Mi a gyors stílus segítségével legyőzheted a mozgékony ellenfeleket, bármikor használhatod ezt a stílus, csak rá kell kattintani a macska ikonra, vagy el kell nyomnod az X-et. Jó. Tehát X. Aha. És honnan tudom, hogy melyik a gyors és melyik a nem gyors ellenfél? Vagy majd ez így harc közben kiderül? Azt mondja, erős stílus, nagyobb páncél, igen. Y. Á, visszaváltottunk a másik stílusra. Oh, elsiettem a kattintást. Nagyon jó. Hát eddig nem rossz. A space-szel le lehet állítani a játékot. Ó, értem. Aha, ő gyors. Ő a gyors ellenfél. És őt is meg tudom... Nem, őt nem tudom megbogdosni gyorsba. Már. Hogy működik ez? Aj, erre rá kell még nagyon érezni. Anyád, és kivédte? Hogy lehet védekezni? Lehet benne... Hogy kell védekezni? Az ott meghalt. Hogy lehet benne védekezni? Mert az még nem nagyon megy. Úristen, itt mennyien vannak lent? Úristen. Jó. Cinematic. Hát arra nem megyünk le, én úgy érzem. Akkor megyünk felfelé. Mibe, hogy le fog szakadni? Gondoltam. Valahogy éreztem, hogy az ott leszakad. Pepe! És így áll és néz. Szia! Nem tudunk átjutni. Kövess vissza Savolához! Valaki úgy mondja, hogy Savolla, valaki úgy mondja, hogy Savola. Na döntsétek el, hogy egy vagy két ellel kell ejteni a nevét. Pá. Az egy üst. Mit lehet vele csinálni? Várjál, itt van egy csávokam. Na, szóval mit lehet az üstet csinálni? Valami feliratot kaptam. Nem tudom megmozdítani, üstet túl nehéz. Valamilyen mágia. Jó. Mivel veszem el a fegyvert? Á, megvan, megvan. Mindjárt más is fog viszketni. Hoppá! Csap már le szépen. Én jól szórakozom, de nem fogok meghalni. Így osanunk. Mint egy macska. Nem rossz. Picit meg kell szokni a harcrendszerét, és akkor egész jó játék. Aha, gondolom ezt a kaput kell kinyitni, és ha jól látom, hogy hárman vannak lent. El fogok én bírni három ellenféle? Várjál. Ő gyors. Ő nem olyan ellenfél, akit csak úgy le tudok csapni. Majd meglátjuk. Menj már a hátam mögé került! Nem. Nem hagyom. De ez mi durva, hogy így gondolkodik és megkerül. A kis súnyi.
Más is tudtok mondani, vagy csak ezt a két mondatot? Ki kell nyitnom a kaput. Oké. Rá kell kattintani. Aha. Hát ezt megszúrták. Meg ezek itt levagdostak mindenkit, mint a malacokat. Hoppá, megjött a sáska. Aha, futás van, és remélem a kaput bezárjuk még időben. Nem, inkább leromboljuk a félvárat. A francba, Geralt! Csoda, hogy életben vagy! Szólhattál volna a lépcsőkről. Lambert és Eskel azt hitték, hogy megjavították tegnap. Mi alig, ha vagyunk kőművesek. Nem baj, a professzor és a másik mágus a vártoronyban rejtőznek. Nézzetek szembe az igazsággal, Richard. Ezek azért jöttek, hogy kiraboljanak titeket. Triss, gyermekem, semmi értékes nincs náluk. Néhány kard és hóróka prém. Hóróka? Úgy értem a labort, és ezt te is tudod. Valaki a híres mutagéneiteket akarja. Mutagének? Ne bocsátkozz találgatásokba. Trissnek igaza lehet. Ki kell találnunk, mit akarnak. Egyszerre egy dolgot. Nem kellene hátat fordítanunk egy ilyen erős mágusnak egy rém sáskával a nyomunkban. Nem engedheted be a banditákat a laborba. Igazad van, mint mindig, drágám. Geralt. A nőknek mindig igaza van, srácok, ezt jegyezzétek meg. Leo majd vezet téged. Csak felderítés, vagy? Senki nem fog sajnálkozni, ha valaki közülük elveszti a fejét. Sikerülni fog, farkas. Csak emlékezz, hogy Leo is veled van. El tudom intézni. Megnézzük, mi történt. Mekkora akarja volt a gyereknek, tiszta Popeye. Vidd magaddal ezeket a főzeteket minden esetre. Idd meg most a villámitalt, és tartsd meg a fecskét, hát ha gyógyításra lesz szükséged. Elmondhatom, hogy működnek. Meg kell inni, és kész. Hogy senki más nem fog bejutni. Triss, drágám, maradj velünk arra az esetre, ha Savollának új ötletei támadnak. Ibetű. És a villámfőzet az melyik? Ez a villámfőzet. Ó. Ó, nem is rossz. Merre megyek? Erre felfelé jövök veletek? Na akkor elengednétek? Légy szíves. Léci, köszi. Be kell menni, gondolom, ott a kapun. Ott, ja igen, itt van Leo. Hát akkor menjünk be, gyere Leo. Loading screen. Menj el a játékot, és akkor haladjunk tovább. Lambert azt mondja, sosem leszek olyan gyors, mint egy igazi Witcher. De sikerült megütnem a mai edzésen. Hagyta magát. Megütötted Lambertet? Gyakoroltunk, mikor a vihar jött. Lambert oldalra nézett, én csináltam egy piruettet, és gyomran ütöttem. Persze nem esett el, és utána legyőzött. A végén még jó kartforgató leszel. Mindig hogy innen? Legyőz, azt mondja, hogy van bennem tehetség. Majd meglátjuk. Meglátjuk, mennyire veszem most a hasznodat. Nem győzhetsz le egy Witcher. Majd meglátjuk, hogy túléled-e. Kattint, kattint. Leo, neked nem veszem hasznodat, mert szerintem mindegyiket én végeztem ki, te meg csak így lefél HP-szod. Vagy még annyi se. Ott van egy üst. De nem lehet vele csinálni semmit. Mi ez? Azt mondja, a csoportos stílus segítségével legyőzze. Tehát igen, a csapatba vergődő gyenge ellenfeleket bármikor. Ó, ez ilyen területi sebzés, C.
De kattintani. Na jó, azért ezeket a gyengéket már talán. Talán azt az egyet ott te győzted le, de nem vagyok benne biztos. Lefelé? Lehetséges. Ezek a lépcsők a laborhoz vezetnek. Hát akkor menjünk le. Ezért kárhol cinematikot csinálni egyébként. Az energia, amit az elemek köréből vonták ki, elég ahhoz, hogy megállítsd a vicsereket? Panaszkodtál, hogy szavolláé lesz az összes, és neked egyet se hagy. A fehér farkas látvány... De ismerős ez a szinkron is. Az előbb említett és hozzátenném, halottnak tartott Witcher egy ismert gyilkos. Leo, szívesen megküzdök vele. Gyerünk, kis professzor. Az idő a legfontosabb. Uralom az elemek körének erejét. Nem jelentenek veszélyt. Így csapdába csaltak. Majd meglátjuk. Igen, elvágták az utunkat. Erre rájöttem én is. Elég masszívnak tűnik. Szükségünk van Trissre. Kirabolnak minket. Geralt, tisztítsd meg az utat. A jelet használd. Milyen jelet? Az árd. Azóta nem tudom használni, mióta eltört az ujjam. Nekem még nem tört el semmi. Nem emlékszem a jelekre. Menjünk az elemek köréhez, amely egy óriási erőhely. Meg kell próbálnod megtanulni a jeleket. Legyen. Szóval meg kell tanulnom valami lökés hullámos varázslatot. Legalábbis ez jött le ebből a beszélgetésből. Itt van a suttogó kövek köre. És megtanuljuk a jelet. Miért jössz be mögé? Sikerült. Törd össze. Nem is azt mondta. Menjünk vissza, mielőtt Lambert egymaga megjegyzik. Aztán sikerült? Persze. Azt mondja, hogy törd össze. Jobb gomba? Jól van, majd figyelek rá. Tehát akkor a törmeléket kell eltávolítani az utunkból ezzel a garázslattal. Mit tud ez a varázslat? Ard jelej. Aha, ez a lökés. Az ilyen Jedi power. El lehet vele lökni ellenfeleket, meg a nem odaillő tárgyakat. Aha! Ez harc közben hasznos lesz. És honnan tudom egy kattintásból, hogy melyik varázslat a mágus az elemek van éppen aktiválva. Mágikus gátfalathoz hasonl létre. A minden itt is sosem nőttök fel. Miért nem említetted a kört? Triss, gyermekem, ez nem tűnt fontosnak. És mi van ott fent? Azt mondja, ez nem tűnt fontosnak. A létrehozhasson egy olyan portált, amin keresztül bárhová utazhat és bárhová magával viheti a felszereléseteket. Hibát követtünk el, de azt mondtad, hogy a mágus ártalmatlan. Azt mondtam, nem ismertem. Azt hiszem, most mindenek előtt a labort kellene védenünk. Igen, az mert fontos. Tudjuk, hogy látni szeretnéd a mi Witcher titkainkat. Nem fogok kezeskedni magamért, ha ez az idióta nem fogja be. Elég legyen, Lambert, ne gyötörd Trisst. Mutass némi tiszteletet. Triss, ha mi a laborhoz megyünk, ők körül fognak venni minket. Mi ismerjük a taktikákat. Talán szét kellene válnunk. Geraltnak igaza van. Nem rossz ötlet. Meg kell ölnünk a rémsáskát, és védenünk kell a labort. Ehhez szét kell válnunk. Ki merre lesz? Én lemegyek. Csak én törhetem át. Jön az első döntésem. Veszem ír. Én maradok, és elbánok a rémsáskával és Szavollával. Te, Geralt, mindkettőnknek szüksége lehet a segítségedre. Ki gondolta volna? Menjünk a laborba. Fontos. Én Trisszel megyek. Én is! Eszkel és Lambert velem marad. Szavolla varázsolt. Valami történik. Ezt így megérzi egy mágus, hogy vagy másik varázsol? A föld megre megérzed? Áttörnek! Akkor Iskiri. Irány a labor. Nagyon gyorsan. Mert ha ezek itt áttörnek a...
sáskával, akkor rohadt nagy bajban leszünk. Tehát bajban vagyunk. Gyorsan, védd meg a laboratóriumot! Gyerünk, gyere át, futáson! Szóval akkor meg kell védenünk a labort. Az jó buli lesz. Kemény küzdelem vár ránk. Vedd el ezt a főzetet, amit Rödbagolynak hív. Rödbagoly? Mit tud? Ez helyreállítja az állóképességedet. Nagyon hasznos lehet, amikor mágusokkal harcolsz. Van benne állóképesség is? Nézzük csak meg. Rödbagoly jelentősen felgyorsítja az állóképesség regenerációját. Hasznos, hasznos. És akkor hol vannak a mágusok? Vagy hol a mágus, akit le kell vernünk? Ja, itt. Csak kérdeznem kellett. Nem mehetsz tovább, fehér ember. És rasszista. Megidézek egy hatalmas démont, aki darabokra szed. Hú, de félek. Ez csak blöff. Kimerült a teleportálástól. Lefoglaljuk őt és csatlakozunk hozzád, mielőtt áttöröd az akadályt. Jön az első keményebb harc, úgy érzem. Levecsülöd az ellenfeled. Az embereim energiája erősebbé tenni engem. Akkor az embereidet megölöm. És tényleg azt kell csinálni. Rohadt nagy bajba, mit ölt HP-t? Ez. Azt mondja, véd magad, ribanc! Hova tűntél? Ja, itt van. Még bemutatott, jól láttam. Csap már le, hát ütöm. Várjál. Hol van? Gyere csak. Ja, itt van. Az igen! Megint ez a merre rúgós. Azt a mindenit. Ez annyira tetszik ez a move. A labor felé tartanak. Honnan tudod? Mi van azzal a szörnyel az emeleten? Mi ez a szinkron, meg a felirat nincs szinkronban? Nem tudtam áttörni azon a különös körön. Szavolla fűbe harapott. Ez az, ami számít. Be kell jutnunk a laborba. Gyerünk. Nem fogom magyarul játszani, hogy én nem tudom. Tehát fura. Itt volt valami. Volt valami lila. Itt. Holttest. Jó, elbújtál ott a kövek mellett, így beolvadsz a környezetbe. Labor. Menni kell a laborba. Kifosztják a labort. A másik mágus egy... Nem szabad az ellenfeleket alábecsülni, nem tanultad meg? Akkor irány a labor. Mi az? Az egy láda. Az izé van benne, a Karib-tenger kalózaiból a csávónak a szíve. Tuti. Fú, de gyönyörűen nézel ki. Professzor, intézd el azokat a vicsereket.
Én egyébként azt hittem, hogy ez a mágus lesz a fő-fő ellenfelünk, akit az előbb levertünk. Azt a francot, ez a agyon piercingezett muksó. Igen? Hát én talán képes vagyok rá. És a másik srác? Leo, állj! Így Leo nem tudta kivédeni, de Leo az még nem igazi Witcher. Egy újabb bündérmes. Most komoly, Leót így ennyi ki is végezték rögtön a játék elején? Ha még kölyök volt. Mi történt? Összetört bordák, átszúrt tüdő. Haldok. Fehér Raffard főzetére van szüksége. Tarts ki, Leo! Itt volt. Nem találom. Veszemír. Leo halott. Bazd meg! Ez komoly! Hogy? Megtámadta a professzort. Elkéstem. Ez nem a te hibád, Geralt. Mi mindannyian hibásak vagyunk. Trisztnek alig sikerült. Ha velünk harcol... Rossz idők járnak a Witcherekre. És valami assúgja, ez csak egyre rosszabb lesz. Fent már biztonságos? Viszonylag. Néhány haramia van még fent, de majd később foglalkozunk velük. Akkor bár tehát tűnsz, nekem kell foglalkoznom vele. Én őrködöm és őrzöm a testet. Őrzöm a testet. Ó, meditáció. Meditáljunk akkor. Ne sokat, csak egy picikét. Mondjuk egy órácskát. Egy órácskát meditálunk. Az egyébként a HP-t meg ilyeneket feltölti, vajon? Na, szóval. Megvolt a meditáció. Itt van egy szekrény. Mi van benne? Van benne egy fecske főzet, ami HP-t tölt, az fontos. Már csak egy mágus hiányzik, aki tudja, mit kell kezdeni ezekkel. Mit kell? Ezzel a főzettel, amit felvettem, meg kell inni, és akkor neked az jó lesz. Hidd el, én tudom. Nem vagyok mágus, de hidd el, tudom. Eszker itt járt. Krisz még eszméletlen, de stabil. Az fontos. Elhagyjuk Kaer Morhent, farkas. Semmi nem köt minket ide. Értem. Értem. Örök búcsút kell vennünk Leótól, de várjuk meg Triszt, hogy felépüljön. A banditák. Igen, be kell fejeznünk a dolgokat, de először készítenünk kell egy gyógyító főzetet Trisznek. Hozzávalókat kellene keresni. Semmi hasznosat nem hagytak itt. Hozzávalók is. Mi? Lambert majd odaadja neked a formulát. Keresd őt a kandallónál, a mi bátor varázslónőnkkel van. Jó, úgy lesz. Lambert, nem gyűlöli őt? Bűntudatot érez, azt hiszem. Az első dolog, ami Triss hallani fog, amikor felébred, végre ébren vagy, Marigold. Ez Lambert. Lássunk munkához. Később meg fogom tanítani neked, hogy nem tetszenek ezek a hanglejtések a szinkronban. A főcsarnokban leszek. Rendben. Tehát ezek a hanglejtések minden full nem a párbeszédbe illenek. Szóval, hogyha elvittek a banditák meg a mágusok minden hasznosat, akkor a hozzátevőket miért hagyták itt, amiből elő lehet állítani a főzeteket? Erre kell jönni egyáltalán? Mindjárt megnézzük, ha nem, akkor visszajövünk. Bár mondjuk itt lent már nincsen semmi. Igen. Nagyszerű, és akkor közben... Várjál csak, jé, küldetések, főzet Trisznek. Nem mutatja. Küldetés nyomon követése. Ja igen, Lambert. Lamberthez kell mennünk. Itt egy hordó, de beadja a cinematikot. Valami nem stimmel? Semmi sem stimmel. Kell egy főzetet Trisznek. Találsz egy fehér sirály fiolát az első emeleten a fegyverraktárban. Kösz az infót. Az első emeleti hálószobában fogsz találni egy kalcium ekumot. Úgy néz ki, mint egy fehér kő.
A ládában keresd. Úgy lesz. Találd meg a haramiákat és végezz velük. Kösz. Amint az ajtó mögött egy lépcső van. Én mennék, de Marigold eszméletlenül fekszik a tűznél. El kell mondanom neked valamit. El kell mondanom valamit. Leo. Leo. Gondoltam. Valahogy éreztem. Nem volt felkészülve. Micsoda veszteség. Le fogjuk vadászni őket, és megbosszuljuk Leót. Hol találok alkoholt? Be kell basznom. A fehér sirályt az első emeleti fegyverraktárban találod. A szoba tele van fegyverekkel. De ezeket meg már elmondta egyébként, hogy a ládában van. Hát mondtam. Akkor minek van még külön párbeszéd neki? Aha, meditációban lehet csinálni főzeteket. Ezt jó tudni, ez fontos. Itt van egy ajtó, ezt ki tudom nyitni. Menj már innen, menj be! Menj már be! Ne kelljen, hogy levadászalak. És nem csak az útban vannak egyfolytában. Csirke! Csirkecomb. Hami. Szekrény. Ó, van benne sok minden kaja, meg minden jó, ami kell. Gondolom HP-t tölt. Ott van egy szekrény, meg hordó. A szekrényben van... gyenge alkohol. Az alkohol fontos. Itt van egy tűz. Hallott, te honnan kerültél elő? Most komolyan. Most komolyan, ez honnan került ide? Itt volt? Itt el van árasztva valami. Elvileg az első emeletre kell felmennem, mert arról volt szó, hogy az első emeleti szobában vannak. Vedd már elő a kardodat, haver! Szóval az első emeletre kell felmenni, mert ott van egy hálószoba, és abban van egy láda. És abban vannak a cuccok, amiből elő lehet állítani Trisznek ugye a gyógyfőzetet. Úgyhogy most ezt a szobát fogom megkeresni, feltéve, hogyha ez az ajtó kinyílik. Azt mondja, he? Milyen paraszt vagy te? Azt mondja, he? Azt is megbánod, hogy megszülettél! Hoppá! Nem, meghaltok ti. Ezt is levadászok gyorsan, aztán még ott lesznek ketten, ha jól látom a háttérben. Csak közben fél szememmel meg a kardot nézem, hogy pont jól időzítsem a kattintást. Hordó. Ezt elvisszük, nem tudom, hogy mi volt, ott van egy láda. Ez a főzet, valamiféle főzet. Nincsen azonosítva. Itt egy ágy, meg egy ruha. Azt így ez a szoba, ez ennyi? Úgy néz ki. Várjál, itt a holtesteket meg lehet. Várjál, ez gyors. Ő gyorsba kell levadászni macskában. Tehát. Itt volt egy test. Várjál, de ott még jön egy csávókám. Y-nal, ő egy picit nagyobb ember. Lootolnám a testeket és nem hagyják, mert folyamatosan megtámadnak. Te maradj ott, légy szíves. Erre a mindent elveszre, erre nincsen valami gyors, hogy ne kelljen rákattintani. Ne rakd el a kardot, mert szükséged lesz rá most azonnal. És ez megint ilyen gyors fajta ellenfél. Ja. Jó, a banditák azok elfogytak. Oké. Okay. Szóval itt van, ez valami könyvtárszerű. Ja, ezt tudja, hogy könyvtár lesz. Itt van valami használható. Ott van egy szekrény. Van benne nekem palackozott víz. Igyon vizet az, aki... ne igyon vizet senki. Halak aztán benne. Itt is egy szekrény, meg egy éjjeli szekrény, fiókos szekrény. Ez is víz lesz.
Kenyér, kecske, tej, meg birka, comb. Melyik szoba? Ja, radart kéne néznem. Pedig nálam a fészkám ki se takarja a radart. Viszont itt volt valami. Itt az előbb. Hol volt? Most komolyan. Ja, lehet, hogy ezt láttam. Tallér volt nála. Itt is van egy szoba. Ide is benézünk. Szét kell nézni. Ezért szeretem én ezeket az RPG játékokat. Régen, mint mondtam a videó elején, nem szerettem őket, de most már ezek a felfedezések, ezek nekem rohadtul tetszenek, hogy menni kell felfedezni, meg mit tudom én. Ez mi ez a sötét? Gyenge alkohol. Biztos valami gyenge bor. Ezt az ajtót nem lehet kinyitni. Akkor viszont menjünk, most már tényleg oda, ebbe a szobába, valahova, erre. Mert elvileg itt ebben a szobában lesz a cucc, ami nekem kell. Viszont itt vannak még ládák. Ez mi ez? Fehér sirály, igen. Ez nem azonosított főzet, ez meg egy könyv. Mindent elveszünk. Tőrök, ez az. És csak egyet tudok elvenni? Az de szar. Miért csak egy tör tudok elvinni magammal? Jó, egy csatabárd. Mivel veszem elő őket? Mondjuk így, ha rákattintok. Ja, csak ez egy picit lassabban mozgunk. Akkor visszarakjuk a kardot. Szóval azt mondta, hogy a szobában van egy láda, és abban van valami cucc. Igen, ez kell nekem, de elviszünk mindent. Tehát az egyik összetevő megvan, illetve még kell valami szerintem, mert ennyi nem elég. De szétnézünk itt a szobában, hogy találunk-e még valami használhatót. Víz. Nézzük meg a feladatokat. Azt mondja, összetevők, igen. Azt mondja... Lambert-tel kell beszélnünk, mert ugye megöltük az összes banditát, meg az összes hozzátevő a főzethez megvan. Tehát akkor Lambert az vissza... Igen, Lambert ez vissza kell menni a földszintre. Amerről jöttem, tehát ezen az ajtón. És le a lépcsőn. És Lambertet hol fogom találni? Ő van ott a tábor tűznél, vagy az üstnél? Tábort. Ez ilyen Bonfire, Dark Souls. Igen, erre kell jön, itt van Lambert. Vezimir? És Lambert hol van? Ja, itt. Hello újra. Megvannak az összetevők. Kész. Megvannak az összetevők. Már biztonságos odafent. Rendben, de még szükséged van pár dologra a főzethez. Miért nem mondtad előbb? Egy kis vadállatkarma és egy kis fecskefű. Veszemir el fogja mondani, hol találod őket. Most meg foglak tanítani a formulát. És miért nem te mondod el, hogy hol van? Most miért kell beszélnem mindenkivel? Egy kihívás. Na. Újabb martalócokat találtam fent, de... Értettem, ők nem jelenthetnek problémát. Lambertet azonban elkapta a rémsáska, de semmi komoly. Jó, hogy Triss után mentél, és lefoglaltad azt a mágust. Akkor jó döntést hoztam. Néhány felszerelést, de a legfontosabbak eltűntek. A szép varázslónőnknek igaza volt, tudom. Mondom, nőknek mindig igaza van, ezt ne felejtsétek el. Neked tartogattam őket. Ez az! Lambert ideadta a formulát. Kell lennie nálad fehér sirálynak? Van, az is van. Mi a következő? Szükséged lesz fecskefűre. Vedd el az enyémet. Kösz, milyen kedves. Valamint egy szörnykarmára, olyanra, mint a rémsáskáé. Hogy megnyúzz egy teremtményt, vígy egy éles kést, és vágd végig a törzsnél. Aztán nyúzd meg a rémsáskát a felső udvarban, aztán pihenj le a tűznél, miközben a főzet készül. Úgy lesz. Tehát akkor meg kell keresnem a rémsáskát valahol az udvaron. És meg kell nyúznom. És kell a karma. Jó, legyen, megszerezzük.
Menjd el. Hol van a rémsáska? Valahol itt van jobbra. Azért tudom, mert mutatja a radar, amit ti nem láttok, mert kitakarja a kamera. Azt mondja, ahhoz, hogy kinyerd az alkímiai összetevőket, kattints bal gomba a rémsáska tetemére. Hát már rákattintottam, eleve úgy jött ide a karakter. Meg kell találnom Veszemírt, és el kell készítenem a főzetet. És így vissza kell mennem. Miért nem bent töltétek meg a sáskát? Akkor nem kellett volna kijönnöm. Na, régen ezek nem tetszettek, ezek az oda-vissza rohangálások. Most úgy el vagyok vele, így tetszik. Így tetszik. Ennyi. Mit mondott Veszemír kell nekem, ugye? Igen? Összes hozzávaló megvan. Az összes hozzávaló megvan. Jó. Most pihenj és készítsd el az italt a formula szerint. Igen. Tehát, hogyha lepihenek, akkor az alkímia panelt meg kell nyitnom. Az hol van? Itt a kamera mögött a radarnál. Igen. Egy ilyen üvegcse neki az ikonja. Válasz ki Triss orvosságának receptjét, így az összetevők automatikusan bekerülnek a fiolába, ezt követően nyom meg a keverés gombot a képernyő jobb alsó sarkában. A főzet elkészítéséhez a meditációval kezdve a kattints homokórára. Oké. Okay. Tehát itt van Triss orvossága, és ezek akkor automatikusan hozzáadódnak, tehát akkor ezt így el kell készíteni, igen, és akkor meditálni kell kezdeni is. Szerintem pont annyit fogunk meditálni, hogy pont elkészül a főzet, és akkor mehetünk Triszt meggyógyítani. Mindjárt megnézem, hogy mi a küldetésünk. Nem, jé. Főzet Trisztnek, azt mondja, siker végre elkészült a főzet, el kell innem Trisztnek, aki a toronyban van a szobájában. A felső szinten található egyik termen, keresztül jutok el hozzá. A felső szinten van egyébként, tehát akkor a felső szintre kell mennünk. Egyébként most tűnt fel, hogy új kardom van, mert kaptam egy páncélt, mondta is egyébként Veszemír. Csak annyira belemerültem így a kalandozásba, meg a felfedezésekbe, hogy fel se tűnt, hogy új ruhám van. Felső emelet. Legalábbis arról volt szó, hogy a felső szintre kell felmenni. Hát ennél feljebb nem tudok menni. Biztos, hogy erre kell jönnöm? Rohadtul nem. Melyik felső szint? Nyisd már gyorsabban. Ja, hogy ez a felső szint. Ja igen, igen, ahol itt el van árasztva a pince, és itt ezen a lépcsőn kell felmenni, ahol a banditák is voltak. De hát ott átnéztem az összes szobát, és ott nem feküdt Triss egyik szobában sem. Vagy elkerült a figyelmem. Erre, igen. Hát erre voltam, csak erre nem néztem el. Ah, és azt mondták, hogy a felső szint még mindig. De itt van egy ajtó. Ja, lépcső. Anyád ilyen márvány szobában lakik a leányzó. Itt van egy szekrény. Elviszünk mindent. Ott van Triss, igen. Szétnézek, hogy ne utólag kelljen. Ez alkohol? Nem. De, alkohol közepesen erős, ez az. Lassan meg lesz a házi pálesz. És akkor most ide jövünk Trisshez, mert szerintem azt a szobát átnéztem, amennyire lehetett. Szóval, kattints kétszer balágérgomba a főzetről, hogy odaad Trissnek. Oké. Okay. Azt mondja, itt egy ajándék, és akkor hol van a főzete neki? Küldetéstárgyaknál itt van fent. Köszönöm, Geralt. Nagyon szívesen. Remélem, ez az ital segít. Rettenetes. Azt álmodtam, hogy Lambert velem volt. És az miért rettenetes? Ne merj meghalni nekem, Marigold, és önfejű boszorkány vagy, aki mindent jobban tud. Nem, pont annyira nem ezeket tudom, mondta. Miért? Örülök, hogy jobban érzed magad. Nem is nevet, ilyen fulkoma ilyene. De van egy olyan érzésem, hogy nem jövünk vissza, talán soha többet. Nem maradnál egy kicsit még itt velem? Dehogy nem.
Gondolom mi? Annyira örülök, hogy itt vagy. Amikor megláttalak téged, az érzéseim, amiket megpróbáltam megtagadni, visszatértek. Erősebbek. Majdnem ugyanezt mondta egyébként, mint ami a feliratban van. Nem vitathatom a múltat. De nem is emlékszel rá. Nem kellene nyomást gyakorolnom rád. Csak én így érzek. Az erők. Úgy viselkedem, mint egy tínédzser. Koncentráljunk a jelenre inkább. Legyen. Veszemír elmondta nekem, hogy mi történt. Csalódást okoztam nektek. Bocsáss meg. Pedig nem. Nem te okoztad a gondot. Minket. Nincs mit megbocsátani. Szerint... Amit akkor éreztem, amikor megtudtam, hogy életben vagy. Nehéz bármihez hasonlítani. Szóval minket nincs mit megbocsátani. Mi van? Kivéve talán ahhoz, amit akkor érzek, ha rád nézek. Jó, jönnek vissza az emlékek. Lássuk, hogy a legjobb ágy Gaer Morhenben kibír-e minket. Jújjúj. Kiskorúak. Csukjátok be a szemeteket, itt Hancúr van, anyád, és 20 métert odébb megy az ágy. Gerált az itt bevágtat, akarom mondani, jól érezték magukat. Ó, Gerált, örülök, mint mindig. Mint mindig. Te nem emlékszel? Sajnos. Úgy végződött a harc. Betörtek a laborba, megölték Leót, ellopták a mutagénjeiket, és elmenekültek. Szegény Veszemír. Egy másik pártfogadja is idő előtt meghalt. Szex után nincs is jobb, mint rossz híreket végighallgatni. Ő meghalt, ezt elvitték, blabla. Elvesztésük katasztrofálisnak tűnhet. Ne veszítsünk több időt. Miért elvesztegetett idő volt ez, hogy megrengettétek ott az ágyat? Helyre tudod hozni a memóriámat? Állítani a memóriámat. Meg kellene vizsgálnom téged. Jó esély van rá, hogy a memóriád visszatér magától. Mennyi az esélye? Lehet, hogy segítene, ha tudnám, mi okozta a memória vesztésedet. Tényleg egyébként ezt jó volna tudni. Nos, nincs most idő erre. Mehetünk? Igen, menjünk. Igen. Nem kellene megvárakoztatnunk Veszemírt. Gyere! Külső terület. Á, és most temetik el szegény Leót, elbúcsúznak tőle. Jól láttam, sárga a szeme. Nem tudjuk honnan és miért jöttek ezek a banditák. Ha együtt indulnánk, magunkra vonnánk a figyelmet. Ha szétoszlunk, több területet bejárhatunk egyszerre. Nyugatra indulok. Ismerek arra pár embert, és jobban szeretem a tengerparti éghajlatot. Én keletre megyek, kedvembe, ha csak nincs valakinek ellenvetése. Rendben, merre kell mennem? Délre, Temeriába. Foltest király tartozik neked egy szívességgel. Nemrég leszettél egy átkot a lányáról. Lehet, hogy ott rábukkansz a banditák nyomára. És te, Triss? Megteszek mindent, hogy rábukkanjak a banditák nyomára. Ha bármit megtudok, szólok Geráltnak. Összegyűjtöm az információkat, és megkereslek Vizimában. Triss. Nem Gerált. Nem szeretek búcsúzkodni. Még elsírnám magam is, az a legszánalmasabb, amikor egy varázslónő sír. Ne ölesd meg magad, Gerált. Nem tudnám elviselni. Hamarosan találkozunk. Ez mi, hogyha nem búcsú? Itt búcsúzkodnak, az ne búcsúzkodjunk. Milyen teleportlány. Viszlát, Triss. Azért Gerált nem bírt, aki, hogy elbúcsúzzon. Hoppá! Tehát már több száz éve őriztük azokat.
És így első fejezet. Ennyi volt egyébként a prológus. Egy órás. Az korrekt. Jó kis bevezető volt. Fázom. Hozunk neked meleg tejet és mézet. Szeretni fogod. Igen, köszönöm, Caroline. Hagyd ne mondjam, hogy a tejcsit honnan kérem. Mit csinálnak azok a kutyák? Kutyák? Szerintem az éjszaka kellős közepén azok nem kutyák. Hoppá! Itt azok elkaptak. Csináld azt, amit mondom. Na most ez a szinkron hang ebbe a kontextusba, így ebbe a helyzetbe beillik? Nem. És ne nézz vissza. Ezek ördögi kutyák, fuss! Komolyan mondom, a gyerek jobb beleéléssel mondta fel a szöveget, mint a nő. Azt mondja, kutyák, és így világítanak. Be a kaput gyorsan! A bestia! A bestia támad! Szólaltasd meg a vészjelzőt! Szóval a bestia, többen vannak. De ez a csaj meg kimmarad, vagy mi a... A csaj az kimmarad, azt az szétszedik a kutyák. Legalább a gyerek megmenekült. Ilyenkor mindig a gyerek és a fiatalabb a fontos. Geralt, kint van egy nő, a kutyák széttépik, segíts rajta! Segítség! Na. Nézd ki a kaput! Azok a kutyák életveszélyesek! Nem, nekem. Szörnyetegek vagytok! Álljatok hátrébb! Majd én megmentem. Ez a ne szinkron is nagyon ismerős. Mind meghalunk! Utána fogok nézni, hogy kik a szinkron hangok. Hallod? Vagdosd már szét a kutyákat! Ennyi volt. Mondtam én, hogy nem veszélyesek ezek. Mi mágia? De ki, mi az a bestia, ha nem ezek a kutyák? Mi? A fehér fagy és fehér fény ideje. Az őrület és megvetés kora. Tedd eljárt a vég ideje. A világ elpusztul a jég által, és újraéled az új nap által. Újraéled az ősök véréből, a Hel Ihaelből, az elültetett magból. Magból, amely nem csirázik ki, hanem lángokban tör ki. Itt lenn az ősi tünde proféciája. Remélem, jól van. Úgy tűnik, ő mentett meg minket a bestiától. Remek, azt hiszem, Alvin már jobban van. Keresek valakit, aki gondját visel. Ott vergődik a föld, majd meghal, azt mondja, jobban van. Idefele jövett, találkoztam néhány vadkutyával, de mások voltak, mint ezek. És nem zöld szőrzetre gondolok. Tudsz valamit róluk? Milyen kutyák voltak? A falut, embereket ölnek. A falkát egy hatalmas kutyaember vezeti, akit bestiaként... Medvedisztó ember, egy kutyaember, ez az! Aki hajlandó fizetni azért, hogy megöljem a bestiát. Ez a vicserek dolga, nem? Elég a szörnyekből. Mi szél hozott? Egy szalamandra jelvényes embert keresek. Ne olyan hangosan. Volt itt valaki, de a parasztok nem fognak róla beszélni. Talán a tiszteletes tud valamit. Kérdezd meg őt a bestiáról is. Úgy lesz. Valami más? Nem, nincs semmi. Ja. Tudsz bármit a szalamandráról? Egy bandita csoport tartja rettegésben a helyieket. Tegnap visszahoztak egy fiút, akit szöges korbáccsal vertek el. Szöges korbács? Az nem kellemes. A mélyeni korbács, aminek kampók vannak a végén. A legtöbb civilizált ország már betiltotta.
A fiú magánkívül volt, és valami váltságdíjról motyogott, meg a tiszteletesről. Az éjszaka folyamán meghalt. Köszönöm. Lehet, hogy tovább maradok, mint gondoltam volna. Miért érdekel a szalamandra? Ne érdekeljen. De elmondom. Egy hozzám közel álló szemét, és megloptak. Nem lennék a helyükben. Ismerjük egymást. Igen. Ismerjük mi egymást. Én vagyok az, Shani. Nem ismersz meg? Úgy hallottam, meghaltál. Nem, csak elveszítettem az agyam. Minden emlékemet. Attól tartok, nem tudok segíteni. Az orvoslás még nem elterjedt tudományi téjszakon. Csak annyit mondhatok, hogy az emlékek néha maguktól is visszajöhetnek. Nem olyan vészes, már egészen megszoktam. Nem örülök, hogy ezt kell mondanom, de ebben a varázslók sokkal jobbak nálunk. Talán valamelyikük tud rajtad segíteni. Mi lesz Alvinnal? Nem tudom, talán egy falubeli magához vehetné. Miért nem te? Bizonyára megteszi valaki. Valami más? Miért mit keresel itt egyáltalán? A Lebióda kórháznak segítek küzdeni a Katriona ellen. Meddig maradsz? Amíg kell. Míg nem segítettem a kutyatámadások áldozatain. Pá! Viszlát. Nyugodj meg, minden rendben lesz. Nyugodj meg, kisfiú, minden oké. Azt ez mi ez? Ez itt fekszik. Új küldetés, a szalamandra nyomai. Beszélnem kell. Kivel kell beszélnem? Witcher titkok 2 nekem a küldetésekkel. A szalamandra nyomai. Az, van 3 küldetésem, úristen. Tehát van egy olyan, hogy szalamandra nyomai. Azt mondja, hogy a helyi közösség vezetője tiszteletes talán tud valamit a szalamandra mehetős férfiről, minél hamarabb fel kell keresnem. Az előjáról. Beszélnem ki a tiszteletesre szalamandraidről, igen. A szörnyről és emberről. Azt mondja, bestia megrémítette a fiút, aki mágikus transzba esett, és proféciákat kezdett mormolni. Úgy tűnik, a külvárosnak is megvannak a saját misztikumai. Hogy megértsem ezeket, meg kell keresnem a tiszteletest. Fel kell keresnem a tiszteletest, meg is így van. Witcher titkok 2 szerencsére. Egy vízimó melletti településen rábukkadtam egy szalamandra mehetős férfi nyomára. A helyiek tudnak erről, igen, de nagyon bizalmatlanok, el kell nyernem bizalmukat, és akkor talán elmondják, hogy mit tudnak a bűnszövetkezetről. Tehát ez a 3 küldetés, ez úgy, ahogy van, ez összefügg. Tehát egyik követi majd a másikat, tehát valószínűleg, hogy ezt a Witcher titkot kell majd megcsinálnom ahhoz, hogy a másik 2 küldetést meg tudjam csinálni. Mert ebben a küldetésben elnyerem a bizalmukat, és akkor fognak majd nekem a szalamandráról, meg erről a szörnyről emberről beszélni. Úgyhogy szerintem előbb ezt fogom megcsinálni. Viszont nem most, hanem majd egy picit később. Úgyhogy srácok, ez a videó az ennyi lett volna. Így is hosszabb lett, mint terveztem, mert ilyen 20-30 percesre terveztem, és most már lassan 1:10. Én ezt a játékot mindenféleképpen végig szeretném játszani. Kérdés az az, hogy mire vigyázzunk? Ne szólj bele, amikor beszélek, köszönöm. Szóval a kérdés az az, hogy van-e igény arra, hogy a csatornán ez fent legyen-e? Mert hogyha van rá igény, akkor feltöltöm YouTube-ra is ugye az egész végigjátszást. Mondtam, hogy ne szóljál bele, amikor beszélek. Tehát, hogyha van rá igény, akkor feltöltöm YouTube-ra. Ha nincs, akkor ezt csak úgy magamnak privátban, szabad időmben végigjátszom, és akkor hurrá, egy jó élmény nekem. Na jó, most srácok, én elköszönök tőletek. Ha tetszett ez a videó, vagy ha úgy alakul a végigjátszásnak az első része, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, mert az nekem jó. Meg lehet, hogy ha úgy alakul, akkor jelentkezem a következő résszel. Sziasztok!